Sürgőségi rendeletben fogadta el a kormány tegnapi ülésén az egységes adónyilatkozatra vonatkozó új jogszabályt. A rendelet szerint ezentúl a béren kívüli jövedelemmel rendelkező személyeknek a korábbi hét helyett csak egy adónyilatkozatot kell kitölteniük. Az új jogszabályra vonatkozó legfontosabb részleteket Eugen Teodorovics pénzügyminiszter ismertette. Úgy fogalmazott: Alapjaiban változik meg a rendszer. Véleményünk szerint ez egy fontos lépés a pénzügyi adminisztráció valódi reformja felé. Egyrészt egyszerűsíti a folyamatot, másrészt áttérünk egy új rendszerre az online adóbevallásra a papír alapú bevallás helyett. Olyan keretet dolgozunk ki, amelyel az adófizetőket ösztönözzük az online adóbevallásra. A továbbiakban nem kell négy részletben előleget fizetni, egy évben egyszer kell törleszteni. Idén az adónyilatkozat benyújtásának és a fizetésnek a határideje július 15-e, jövőtől kezdve március 15. A pénzügyminiszter szerint az adófizetők akár adójuk 10%-át is megspórolhatják, ha kihasználják az új rendszer által nyújtott lehetőségeket. 5% kedvezményt kapnak az online bevallás esetében, és további 5%-ot, ha december 15-éig előlegbe befizetnek az adóból.